jó, rossz, retro és modern játékok egy helyen. Hello mindenkinek! Ez itt a Game Archívum. I wonder if those boys could have made a bigger mess. A Gearbox második kiegészítője már az ezredforduló után készült 2001-ben, amikor is olyan időben voltunk, mikor az akkori FPS játékok felzárkóztak a Half-Life mellé technológia terén, időközben a modok miatt az első Team Fortress, a Team Fortress Classic háttérbe szorult, aztán a Valve pénzelni kezdte a folytatását, a Team Fortress 2-t, hasonlóképpen járt így a Counter-Strike is, amit annyira imádott a Valve szintúgy, hogy külön játékként árulták a még csak modként működő játékot. Aztán a Gearbox a Blue Shift után visszaadta a Valve-nek a Half-Life jogokat. Ismét egy érdekesség, hogy már voltunk Black Mesa-i tudós, tengerészgyalogos hekus, de most ismét a létesítmény berkein belül leszünk, méghozzá a biztonsági őrök bőrében. A Blue Shift is ugyanúgy kezdődik, mint az alapjáték vagy az Opposing Force, hogy a létesítményben Barney Calhount irányítjuk, aki barátja Gordon felett egy szinttel teljesíti rendfenntartó tevékenységét. Ráadásul az elején a függővonatos résznél láthatjuk, ahogy mögöttünk megy el Gordon. Aztán a kezdés sokkal érdekesebb, mivel betekintést láthatunk abba, hogy a tudósok és a rendfenntartók nem nagyon komálják egymást, meg a köztük lévő szövetség az inkább kényszerűség, mint sem testvériséges. Plusz poén, hogy van három biztonsági kamera, ahol egyszer Gordont láthatjuk elsétálni a páncélját felvenni, aztán a mi részlegünk lőterét kukkolni, ami nem annyira izgalmas, de mégis inkább érdekesebb az, hogy láthatjuk a harmadiknál, ahogy Gina Cross Doki nő, akit az alapjáték tutoriál hologramjaként, akit a Hevruhák mesterséges intelligenciás hangbebontójaként ismerünk, illetve ő vitte föl Gordonnak a Zen kristályt az antianyag spektrométerhez, ami a kaszkádot okozta. Megkérnek minket, hogy karban tartsunk egy részleget, mikor is G-Man szintúgy megfigyelés alatt tart minket, aztán a kaszkád újra bekövetkezik, és kis hián belehalunk a liftben zuhanás közben. Itt felszeretném hívni a figyelmet, hogy nálam először, mikor beszálltam a liftbe, és mentünk le, akkor elkezdett fogyni a páncélom, és az egyik tudós ripítjára esett szét, és elsötétült a kép, és ugyanaz a felirat jelent meg, mint amikor Shepard Gordon után ugrott a Zen portálba, és ott halt meg. Mondom, mi a pöcs, egy Gamebreaker bugot kaptam? Aztán kiderült, hogy csak nem szereti a játékom a modern gépeknél a 60 fölötti FPS-t, így a kiegészítő config fájlában a max FPS-t levittem 60-ra, ami ugye 72-re volt beállítva, aztán szépen lementem a lifttel, de a páncélom azért sérült, de tovább tudtam haladni, és a kaszkád után visszaállítottam 72-re az FPS-t, és így könnyedén haladtam tovább. Hú, jó van. Na, a lényeg, hogy Barneyval feladatunk, hogy elmeneküljünk a Black Mesa-ról, és közben zombikkal, vortigantokkal és hekusokkal is felvesszük a kesztyűt. Kiderítjük, hogy van egy Rosenberg nevű tudós, akit John St. John hangoztat meg, akit ugye Duke Nukem hangjaként ismerünk. Neki van egy portálókészüléke, amivel leléphetünk a létesítményről. Mindössze annyi kell, hogy Rosenberg elküld minket a Zenre, hogy az ottani kutatási felszerelésével az egyik fő kristályt kalibrálva egy biztos pontot tud kiválasztani, amivel veszélymentesen ki tudnak menekülni a létesítményből. Néhány platformozással később sikerül az átutazás, csak Barneynak nem sikerül épségben átjutni, a részecskéi destabilizálódnak, utazgat össze-vissza, egyszer a Zenen, egyszer egy portálszobában, ahol végignézi, hogy a hekusok az eszméletlen Gordot cipelik a hulladék zúzóba, és gondolnánk, hogy G-Man bekavart, de nem. Ugyanis egyszer csak kijutunk a létesítményen kívül, és Rosenbergékkel elhúzunk, közben a felirat, miszerint G-Man megfigyelés alatt tartott minket, de nem történik velünk semmi érdekes, mint Freemannél vagy Shepardnél annó, ezért G-Man elenged minket. A játék nagyon rövid, és ráadásul nem annyira lett kritikusi siker, mint az Opposing Force, hanem inkább a fanoknak készült el, akik inkább szerették, mint sem a kritikusok, ezért is adta vissza a Gearbox a Valve-nak a stafétapotot.
Érdekesség, hogy a Blue Shift először a PS2-es port mellett, ez most Dreamcast-re készült volna el, de a projekt félúton eltusolták, aztán a két kiegészítőnek köszönhetően a Gearbox elkészítette a HD pakkot, amivel az alapjátékkal együtt egy kis ráncfelvarást kaptak a modellek. Én egyébként az olyan verziókkal játszottam, amik tartalmazták már a HD pakkot, amit az opciók menüben a HD pipa kapcsolgatásával lehetett változtatni, és én jobban kedveltem a HD nélkül játszani, mert az sokkal jobban hozta vissza a nosztalgiázást. Ezért is van az a mondás, amire ki szeretnék térni, hogy vannak, akik rosszul idéznek filmet, amikor mindenki másmilyen szinkronnal nézi meg a kedvenc filmjét, és rosszul emlékeznek játékelemekre, mert mindenki máshogy játszik játékot. Például az arzenálunk is a HD kiadás miatt is változik, valamely ki van cserélve egy másik csúszdira, vagy csak részletesebben fog kinézni. Például HD verzióban a Glock helyett Beretta pisztoly van, az MP5-ös SMG helyett pedig M4-es karabé. És mielőtt még bárki megkérdezné, a SPAS 12-es sörétes mind a kettőnél van, csak annyi, hogy az eredetinél tus nélkül van, a HD-ban pedig a tus felcsatolva a puskára is hosszabb a csöve. A gameplay megint ugyanolyan volt, mint az alapjátékban, nagyon taktikáznom kellett, hogy milyen mintát használjak. Végső soron nem volt rossz a Blue Shift, rövid, de egy nagyon szegényes kiegészítőt kaptunk. Viszont azt elfelejtettem megemlíteni, és szerintem mások is szóltak volna, hogy van még egy kiegészítő, amit szintén a Gearboxosok csináltak, és hát PS2-n, de én arról majd egy kicsit később fogok majd beszélni.